20 évre szóló együttműködési megállapodást kötött Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Nagyváradi Görög Katolikus Püspökség a hétvégi tűzvészben jelentősen megrongálódott püspöki palota helyreállítása érdekében. Erről az épület udvarán tartott sajtótájékoztatón beszélt Ilié Bolozsán polgármester és Virgil Bércsá püspök. A nagyváradi görög-katolikus püspökség és a város önkormányzata együttműködik a szombati tűz okozta károk elhárításában és a palota újjáépítésében. Erről a határmenti város polgármestere tájékoztatta a közvéleményt. Húsz évre kötöttek együttműködést a püspökséggel azért, hogy újjáépíthessék a püspöki palotát, amelyben az eredeti terveknek megfelelően kulturális központ lesz konferenciatermekkel, múzeumi és könyvtári résszel. A polgármester a felújításra irányuló adománygyűjtés fontosságáról is beszélt. A nagymértékű rongálódást figyelembe véve, amelyet önök is láthatnak, valószínűleg igen jelentős összegre rúg majd a felújítás. Éppen ezért egy plusz összegre is szükség lesz, amelyet a gyűjtési időszak lezárulása és más intézményektől kapott támogatások számba vétele után Nagyvárod Városi Tanácsa fogja biztosítani. A Bihar megyei önkormányzat mai ülésén 100 ezer különített el az épület kármentésére. A rendőrségi és ügyészségi vizsgálat lezárása után az ősz folyamán konzerválják az épületet télire, ezt követően készítik el a felújítási tervet.